Na hát, az országúton találtunk egy vásáros szekeret, amelyik felvett. Nem heti vásárra, hanem úgy várost járni hozott a szekér Soma addig egyebet nem tett, mint nyaggatott, hogy szolgáltassam át neki a tíz est, jobban ért a gálánt forgatásához, és mit félek, hogy a finánc valaha is visszavár abból egy petákot, amikor rászánta. A díny és a szekeren felváltotta a tízesünket, és megfeleztem Somával, csak hogy szabaduljak tőle. Így értünk oda valami tájt még délelőtt a Makovics házához. Hát semmi változás a környéken se annál legfeljebb, hogy hullottabb a zsindeje, vakolatai és gazosabb a kertje udvara. Leges legelőbb a nagy fekete kutya ismert rám a kapu mögül, ahogy nevén kiáltottam. Bundás, az ugatásból egyszerre farkat csóvál és nyűszít elén. Erre jön ki Makovicsné. Jön, szammog ez csak két boton. Látni sem jól láthat, mert úgy nyújtja a nyakát előre ránk, de a kapunál rögtön megismer, elsikoltja magát. Jaj, Marcika fiam, kedvesen, forduljon be, forduljanak be! a két száraz kezével rámesik Makovicsné úgy, hogy a botjai kétfelé esnek, és soma veszi fel őket, és tartja. És láthatja a kaján szívű rablója, hogyan potyog a vénasszony könnye, ahogy ölelget, szorongat engemet. Én is szavalkattan. Ő is. Így viszel minket az öregasszony a tornácra. Persze nagy kérdezősködve, mi szél hozott erre olyan-olyan nagyon régtől újra. Sorolom neki, hogy nagy vándorutat tettünk a világba ketten, a szusztársammal, somával, és legutoljára korteskedtünk egy választáson, amiből jövet nem álltam meg, hogy benetérjek jó ismerősömhöz. Ó, oh, be jól is tették! simogat engemet né és ültet asztalhoz a tornácon, ahol több is állt székkel, csak is vendégek számára. Hát, mivel kínálhatom meg magukat, hozzon az asszony pálinkát, vagy éhesek? Harapnának valamit? Köszönjük nagyon, asszony, szól erre Soma. De nem kívánjuk Isten nevében. Megfizetjük, amit rendelünk. Talán egy kis gugyit. Délelőtt van. Jaj, maga, maga, ismerem magát is, mondja a vénasszony. Hogy gondol ilyet? Én pénzért szolgáljak valamit maguknak, ne sértsen meg engem, édes, kedves jó gyermekem, fiam, gyanán tartottam ezt a marcit itt a házamnál, mint a kihordómat és kisegítőmet. Nem érdemelne meg tőlem egy kocsitat, ha évek múlva látom, de még ebédre sem ereztem el magukat. Hé, hey, hey, parászka! Így hívták a cselédet, egy másik csúfságot. Makovicsné odahívta a pálinkát, hozatott vele rögtön. Azután pedig, hogy ő is kocintott velünk, de még a cseléd is, Makovicsné elbicegett a botjain a konyhába, hogy körülnézzen, mi jó ebédet begyerinthet nekünk. Én is, ahogy ketten maradunk, a mutató ujjam reszelem a másikkal somának, kárőrvendően. – Hás, te zsivány király, megbuktál itt is, hogy ilyen jó lelkű szerzeteket, mint ez is, beugrató módjára kezelj, Pénz nélkül vendégül láthat akárkit étellel vagy itallal, ide ugyan betoppanthatod rá a fináncodat, mert csak arra esküdhetsz bátran, hogy a pénzed nem fogadták itt el. Annál kisebb baj van, Soma vissza jó kedvel. Itt csak kerítőknek, nem besúgóknak szegődtünk. Csak kérdés, hogy merre bitangol a vén csoroszja lánya. Majd kiderül, de egyszer életedbe lehet pofád és keverd itt tisztán a kártyát. A Grebicser felesége és gyermekei átka is megfog ezeken az elhagyottakén kívüliten, ha valami rosszra visz a lelked ezekkel. Na hát csak ugyan. Somát szinte zavarban láttam. Mégis neki is a kérges fekete lelkére ment az intelmem, hogy nagyobb gonoszságot akarjon itt forralni. Ígért fűt fát nekem, ha simán megy, hogy összehozzuk a fináncot a Makovicsnél lányával, akkor jó. Ha nem, jó szerével tágítunk innen dolgunkra. Így na. De már most hamar is túl lehetek a soroláson, hogy ez a vén Makovicsnél akár a fejünkben a gondolatot elolvasta volna, ahogyan csak ugyan boszorkányokról tartják. Alig ülünk ott valami nagyon ízes, saját főztű fűszeres pálinka mellett, Makovicsné arra tér, hogy a lányát alig várja haza a bevásárlásról a városból, ahová magával a vincellérnét vitte háti kosárral. Ez semmi. De utána mindjárt azon folytatja, hogy ő neki halaszthatatlan teendője volna a szőlőben, de azért gondba volt eddig, hogy akkor kimozduljon hazúról, ha már megjött a lánya. Miért? mert a lányának egy finánc csapja a szelet halába, úgyhogy már tegnap előtt erőszakoskodott is a lányával, és körülbelül ma esedékes a finánc megjelenése a szemlekör útjáról, így hát, ha meg is bízik a lánya tisztességében, fél a botránytól, ha a finánc megint okoskodnék, hiszen nős családos ember, és csak azért kénytelenek tűrni a tolakodását, mert baj csinálhat a vizsgálattal nekik az italmérésnél, de hát, ha mi ketten itt vagyunk, most már nem fél. Nyugodtan hagyja velünk a lányát, és megy a dolgára, mert jelenlétünkben a finánc nem kellemetlenkedhet. Ajha! Somával csak úgy hőködözünk egymásra a vénasszony darálásán. De még nincs vége. Azon kezdi, hogy így is milyen szerencsétlen az ő lánya a párja szerzésével, ami nélkül pedig fél élet egy asszony élete a férjétől megszökött a lánya, ő se tudja, minek nem bírta kitartani mellette, most meg ez a finánc, aki ellen mi kifogása sem volna különben lányának, egy szipírt, jó ura, négy gyerek apja, ezektől nem tud szabadulni, hogy törvényesen elvehesse, akit szeret, holott ilyen házasság kedvéért az első urától el lehetne választani a lányát. Ez sorjázza nekünk ez az ájtatoskodó Makovics nép. És éppen eközben hívja el a cselédje tőlünk a konyhába. Én megütköztem bizony a makovics névélekedésén, soma látta rajtam és röhögött. Ehol veheted ezt a tök fejedbe? Senki más nem törődik elcsapott asszony meg gyerekek átkával, ha törvény szerint történik, csak te kezdenél? Ez a vén vasorúbbába látod, nem hogy a tisztesség mintája, de szentnek pályázik bele a kalendáriumba te már ezen is túl tennél? Hát erre csak ugyan nem vághattam vissza semmivel. De hát legyek bár utcák tekergője, magamban más csúg nekem a lelki ismeret. Gondoltam, hagyom, legyen, ami lesz itt. Ha nagyon kényes a környülállás, megtalálom az ajtót, hogy megszökjek, de legalább lássam ezt a csodabogár szűzasszony annuskát. De hát mi lett tovább? Itt a a jófajta szeszből annyit, amennyit. Soma! Az dűtötte magába. Ha ő potyázhatott valahol, ajha, akkor... Csak hogy ő nem is aludta ki magát félig se úgy, mint én. Sokra becsüljem, egy vagy másfél órára, ha ott tereferésztünk a tornácon. Soma kezdi habnak mondani a babot. Csukladozik, ámolyog, támolyog, bóbiskolni kezd a széken. Enye már, feküdjék le, ha ilyen törődött, tanácsolja neki a vénasszony. Itt áll három jó hárságya volt műhelyben, húz egyet ebédig, akkor majd felköltjük. Már ez a legjobb, amire Soma ráveteti magát a vénasszonnyal. Oda csak ugyan egy pokróccal a hónalja alatt a régi műhelybe. Persze nagy erősen megköveteli, hogy felzargassuk az ebédhez, azzal egy perc múlva a tűzoltó banda nagy bombardójából kevesebb és gyengébb rotyogás hallik, mint a soma hortyogása, és más. De hát délig, ebédig még kellett teljes egy-két óra. Azt mondom én Makovicsnének. Mint hogy a társam sorsára jussak, nem telepedek én sem most már vissza a tornácra az üveg mellé, inkább járok egyet a ház körül. Nagyon okos marcik a fiam, sétáljon talán befelé a város felé a lányom elébe, legalább sietteti, ha meglátja. Szedem hát magam is, csak úgy erre-arra barangolva tartok az országúton meg mezőn, ahogy jön a város felé. Gyűjtök egy csokorba vadvirágot, hogy mindjárt kedveskedjek Annuskának, ha találkozunk. Nézdegélek magamnak, mit változott a város környéke a sok év alatt, hogy nem voltam itt egyszerre egy nagyobb acska fiút veszek észre. Jön keresztül a réten. Egy furkós bot van nála. Odaér hozzám. Mintha meglöknének belülről, hogy megszólítsam. Merre tart itten, kis öcsén? Kérdem tőle így magázva, mert úri féle gyereknek nézem. Kurta nadrágja, kis matrós sapkája hátul pántlikával és matróz Csak idáig eddig a házig, mutat Makovicsékházára. Hozzájuk megy, vallatom. Erre ő is engem. A bácsi ott lakik? Nem én, rázom a fejem. Minek kérdi, ha nem oda megy? Én csak erre a ház körül megvárom apukámat. Ott leülök a bodonkútnál. útnál. Hök! Ez a grepitzer fia, üd belém rögtön. De nem árulok el semmit persze abból, hogy én is az apukát várom, csak biztosan más miatt, mint ez a gyerkőc. Hiba? És minek várja meg ottan? Faggatom. Mert nem akarom, hogy észrevegyenek ebből a házból, hogy itt vagyok. A puka elébe jöttem, mondja a fiú. Hát mi lenne abból, ha a házból meglátnának itt, kérdem. Azt nem tudom, vonja a vállát a fiú. Nem tudod, teszem magam, mintha csodálkoznék. Hát mivel küldtek ide hazúrról? Azzal, hogy kérjem apukát, jöjjön rögtön haza. Honnan? Ebből a házból, mutat persze Makovicsék felé. Hát minek megy be ő oda? És mi baj éri ott benn? Ki küldött el hazúról, hogy ne enged ide édesapádat? Minek nem mondod el? Nem szabad? Nem tudom, vonja megint a vállát a fiú, de aztán magától kezdi. Apukám azt írta haza a faluból anyukámnak, hogy egy napot késik, mert vidrát lő. De anyuka tudja, hogy itten ebben a házban két asszonyjal fogja eltölteni az időt, nem vidra vadászattal. Ezek az asszonyok itatják, és befonják apukát, mert olyanok. Azért lesem én meg előre, amikor jön. Velem hazajött már egyszer innét. Hogy hívnak tégedet? Kérdem én. És mi az apukád? Grepicer Rudinak hívnak, Szemlész az apukám! feleli. Na, ered csak ahová akartál. Talán még találkozunk ma, mert én is szeretnék az apát fejével beszélni. Isten áldjon! Eredj! Így én. Eltávolítottam a kisfiút, inkább is csak azért, hogy gondolkozzam, mit tegyek magam is. Nem volna a legjobb bemenni nekem is Makovicsnéhoz, elmondani neki mindent, Átadni neki a soma vagy a finánc számára az öt pengőt, és megugrani ebből a kényes, utálatos helyzetből, hogy több közöm ne legyen hozzá. Csak hogy még ezen ókumlálok, észreveszem az országúton, hogy egy úrib öltözetű és egy parasztféle nőjön. Ezek nem lehetnek mások, mint Makovics, Annuska és a Vincellér nélkül. Hát magam sem tudom miért, de először is... Elöktem az összekapdosott virágcsokrot. Ne kezdjek én ilyen furcsa, veszedelmes fehér néppel még ennyire is kedveskedni. Csak úgy üres kézzel indult a melibük. Na, az anyja fogadtatása, és ez hasonlítani a hasonlított. Ahogy az útfélen állva megbillentettem a kalapomat, rám és se 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 a paraszt vincellérni. Kérem, nagyon szépen közeledtem erre. Ne haragudjék, hogy itt útját állom. Mit akar? Vet rám csak úgy haladtában félszemet annuska, és mögötte a vincellérné éppen így. Menjen csak jó ember a dolgára! Erre már dübegorulok, hogy ez kéregetőt, hogy mit lát bennem, és rászólok. Maga tartsa a száját! És annuska után kiáltom, mert már fél lépéssel ment. Nézzen hát rám, nem ismer meg! Ő visszafordul és végigmér. Nem én, rázza a fejét. Hát ott a kocsma, mutat a házra a vincellérni. Dugja oda az orrát, ha a ténsasszonytól akar valamit. Ne itt az úton, terűvel állítson meg minket. Csak is Annuska is nagy kézikos aratcipel, cipel, és még napernyője is apró hencsemben csem a kezében. De én már nem a vincellérnével osztozom, Annoska után kiáltom. Nem emlékszik Annuska rám, a maguk marciára. Marci! sikít erre egyet Annuska is, éppen mint az anyja. Fordó sarkon jön hozzám. Persze a sok vacaktól a karján kezében kezet se nyújthat, de a szemek kacag, ragyog rám. Ó, oh, kedves! meg se nézett jól, ugye, hogy nem ismert meg, mondom. Ó, oh, annyi éve, hogy nálunk volt, és úgy megemberesedett néz meg tetőtől talpig. Maga azért talán inkább változott abból a kis akivel játszottam. Ilyen egy szép asszony lett, hízelkedem én. De csak ugyan. Ez szinte csak így vettem észre, milyen gyönyörű orszája, keze, lába, termete, hogy közelebbről jobban megnéztem. Regina, az a zsidó lány úgy kábráztatott el első tekintete, ez az annuska csak olyan igénytelen csinoskának rém lett előszörre, azután lett mind szebb és szebb az ember előtt. Jaj, feleli ő, jól emlékszem én mindenre, úgy szerettem magát. A szememet majd kísértem, amikor megtudtam, hogy ott hagyott bennünket. Tudom, mennyit kacagtatott a sátrunkban, mennyit ültem az ölében, hogy lovagoltatott, dali lóra lóra kapjálat térdén. Olyan boldog voltam, már én ekkorig megfeledkeztem egészen arról, mi szándékot érleltem meg magamban, hogy kereket oldok ennek a háznak a tájáról is, és csak tartózkodva közösködök a finánc miatt ezekkel a makovicsékkal. Kiszaladt hát a számon tréfásan. Na, én kész vagyok rá most is, hogy az ölembe vegyem, ha csak ezen múlik a boldogsága. Rám mered először szinte ilyetten. Persze a vincellérni ott áll, de aztán elkezd szépből kacagni kacag vele a vincellérné is, érti a tréfát. <laughs> Maga látom, csak a régi, csóválta a fejét rám Annuska, és aztán komolyan kérdezi. Remélem nem került el minket itt az országúton. Nem, felelem. Beköszöntem már a szusztársammal a ténsasszonyhoz. Itt is marasztott bennünket ebédre. Csak eljárkáltam addig. A társam alszik, ne is tartsam itt fel magukat az úton, inkább segítek. Mit ad ide? Elvettem a telekosarát tőle, és elindultunk. De már ezzel együtt vissza is kavarodott belém, micsoda kényes kalamajkában forgolódok. Hát, mert míg a kosarat átvettem, a vincellérné előre haladt a nehéz háti kosarával, hirtelen elszántam magam, hogy odasúgjam Annuskának. Ne ijedjen meg, Annuska! de jó volna, ha tanú nélkül értekezhetnék egy kicsit magával. Erre a színe is elváltozott rögtön. Nem is hittem, hogy még fehérebbé válhat az a gyönyörű porcelán fehér arca. Magát grepicer küldte, azt mondja, hogy most rajtam legyen a megzavarodás sora. Majd én, izé, mindent elmondok magának, hebegtem. Az asszonyt akármilyen messze előre ereszthetjük, beszélhet nyugodtan, lassít erre járásán. Hát így tettünk. Elmaradtunk a vincellérnétől, és én az utolsó szóig őszintén mindent elmeséltem Annuskának. Mi esett köztem a finánc és soma közt, és hogy mit tudok, mit nem az ügyeiről. Ő meghallgatott figyelmesen. Majdnem mindenre helyeselt. Ez is igaz. Ez is igaz. Alig egy-kétszer rázta a fejét. Csodámnak volt nagyobb, hogy amikor már én elmondtam a magamét, Annuska, én azt szeretném, sőt, biztosan anyukám is, ha maga most velünk maradna. Marci, kezdi. Aztán okát is adja, hogy miért. Senki megbízható emberük nincsen. Mégis csak két gyenge asszonynak. Ő emlékszik, hogy én kértem az anyját, adjon állandó helyet nekem a házuknál, és nekem nem adott holott aztán több kihordójuk volt teljes ellátásban náluk utána, akik éppen azért váltogatták olyan sűrűn egymást, mert egyik nagyobb gazember tolvaj a másiknál. Hogy a szívem is megnerepesett volna erre, hogy ezeknél a makovicséknál húzódhatok meg, de mi lesz a finánccal és somával? Nem nagyon mertem egyebet válaszolni erre Annuskának, mint hogy majd meglássuk, ezt meg kell gondoljuk. Így de már ő, azt tapasztaltam, úgy veszi a náluk maradásomat, mintha végérvényes lenne. Mint hogy tudott már róla, hogy a grepiczer kisfia ott várja az apját a kis égeresben, hát a ház előtt azt mondja nekem. Én már ki is eszeltem, Marci, mit teszünk a finánccal is, a fiával is, a barátjával is úgy, hogy magának nem lehet semmiképpen pálcba kerülni. Nehezen hiszem, csóváltam a fejem de Annuska, bízzon csak rám mindent. Egészen más, ha maga nekünk kéznél van. Tű, gondolom magamban. Csak nem arra gondolsz, édes szépem, hogy felfegyverzel vagy mi, mint a testőrségeteket, a rátok tolakodók ellen, mert akkor vállalkoznék erre a bolond. De nem szólok egyelőre, csak annyit. Attól függ, mit bíznak rám. Semmi olyat, ami miattunk bajba keveri. Ne féljen. Én most bemegyek. De csak házit váltok, mert fűző van rajtam. Maga várjon itt. Majd együtt megyünk a kisfiúhoz, akivel maga már beszélt, hogy lássa magát is. Ha aztán őtet elintézzük, megmondom, mit teszünk. Besietett. Jól van. Várok rá. De hát mit tagadjam? Elég kényelmetlen váltogatnom a lábamat ottan. Ha egyéb baj nem jön, megérkezhet a financis és legyek ott ütköző a viszálykodásuk alatt. Már mindegy. Budonkútnak hívták azt a kis égerfás ligetet az országúttól félre, a hegylankák alatt. Valaha peskővizes forrás bugyogott ott, és a kávájának csak ugyan valami fabödönféle korhadozott. De már az egész út beomlott. Nem használta senki, és csak nagy zöld kambékák cuppogtak ronda békanyálos pocsétában a forrás helyén. De a liget, amit a kút körül ültettek, nőtt, terebélyesedett. Sehonnan se lehetett látni. Még onnan akárki messze végig személhette az országutat és a síkott szántót mezőt. Hát ide sétáltunk el Annuskával. A körbeültetett fák között szép virágos pázsitot találtunk. A szélén egyik kidőlt vagy kivágott égerfatuskóján ott a kis grepicszer Rudi, és nézi az országutat, jön-e az apja. Hagyja csak rám, mit mondok neki, lök oldalba Annuska. Maga ne elegyedjék bele. Ez az éppen, amit én is szeretek. Kezit csókolom, áll fel a láttunkra a kisfiú kicsit megrettent félén. Jó napot, kedves, simogatja meg a fejét Annuska. Az apukát lesi, ugye? Tudom? De hát nézze, jobb üzenetet visz maga tőlem haza az édesanyjának, aki idekülte magát, mintha az apukáját elrimánkodja haza. Mert maga okos kisfiúnak látszik, és megért engemet. Én vagyok az a néni, akit a maga anyukája azzal vádol, hogy én itatom és befonom, és lekötöm maguktól apukát de most lássa, itt van ez a bácsi tanúja, hogy én sose tehettem arról, hogy az apukája rám tolakodott. És azt üzenem az édesanyjának, és akár a nagypapáéknak is, hogy tegyék apukát felelőssé azért, hogy engemet és anyámat zaklat. Én kérem, hogy csináljanak valamit apukával ebben az ügyben, amíg én nem folyamodok hatósághoz, hogy megvédjen ellene. Most pedig mehet nyugodtan haza ezzel az üzenettel, mert biztos lehet benne, hogy apuka zárt ajtókra lel nálunk, ha jön. Éppen ő érette leszünk, csak kénytelenek elmenni hazul. Ugye megértett engem? Meg. Köszönöm, néni, mondta bátran a grebitzer rudikája. Hát most menjen. Isten áldja. A kisfiú erre kezet csókolt Annuskának és nekem is mert el is felejtettem visszakapni előle a mancsomat a nagy hületezésben ottan. És már csak magunk álltunk ottan a Ő olyan jókedvűen mosolygott rám, mint aki most már minden bajától megszabadult. Én is visszamosolyogtam rá éppen. De magamban azért eléggé fanyalogtam, mert arra gondoltam, hogy hát a fia inkább elvitte volna a fináncot, ha már somát, akkor még mindig csak az ördög jó voltára bízhatjuk, hogy szintén elviszi. Most megmondom magának, mit teszünk, kezdi Annuska. De olyan gyönyörű itt. Nem kellene ide letelepedjünk? Ezt a ruhámat akár a fű is megfoghatja. Éppen azért vettem. Csak ha maga kiméli a magáét. Aj, mondom. Az én nadrágom már annyi a pecsét, hogy tán az adja vissza az eredeti színét, ha még egy foltot kap. Ezzel le is ülünk ott Annuskával egymást mellé a szép puha fűre. Így lesz, kezdi Annuska. Az ebéd már készen van, csak melegíteni kell. Anyámat elküldtem már a szőlőbe a cseléddel és a vincellérnével együtt. Azok mindent bezártak, csak nálam van a kulcs a házban. Ha jön Grepitzer, csak a barátját leli ott a műhelyben alva, meg a kutyánkat az udvaron. Mi besúranhatunk ebédelni akármikor, de Grepitzer sohasem ér ide korábban, mint három-négy óra délután. Az pedig hol van még? Akkor tárgyal majd a barátjával nálunk és a kutyánkkal, ha akar. Elkezd édesen, édesen kacagni, Annuska. De még úgy, hogy mintha incselkednék is velem, ahogy közben a karcsú derekával ide-oda hajlik hozzám is, elismert, elveti a kacagása. Elha, a kutyaságot ne bizsergesse meg bennem ilyen helyes kis szír most, mert elfeledem azt is a ház ég felettem, nem, hogy itt lelkünk csendességében vagyunk. Ráteszem a kezem a kis kezére a füvön is. Az persze magának semmi, ha a szerencsétlen finánca azt is beváltja, amivel a somával küldött levelében fenyegetőzik. És igaza is van, mondom. Nem lehet kényszerítéssel jutni senki szívéhez. Megtette azt is, villog erre annuska szeme, hogy felemelkedik, és mutatja. Ott az a rönkő, ahol a fia ült, az előtt térdepelt előttem, és úgy unszolt, és a végén arra vetemedett, hogy huzakodott velem. Én ezt is hallottam tőle, mondom. Persze kevés a maga fajta százszor szépek közül, aki megérti, hogy mi az, megbolondulni magába úgy, mint ez a szerencsétlen. Én szinte nem ismerek arra gondolni, ha engemet habarintana így meg, ami könnyen megy. Csak a kötélhez folyamodnék szintén sem, hogy annyira kínlódjak. Eközben megint a kis kacsójára csúszott a tenyerem, és sóhajtottam egy olyat, mint a bánya süvít kifelé a tárna ajtó nyílásán. A kezét pedig nem csak, hogy megszorongattam, de kezdtem lassan húzni magam felé. Hát nem hogy hagyja, de visszaszorít, és úgy dől szívesen hozzám. Nem törődöm semmivel többet. A karom odakúszik a derekára hirtelen, és rántom magamhoz, úgyhogy csak annyit susog, ennyien a marci, azzal már a száma száján. Csókolódzunk. Egy irgalmas szó sincs több közöttünk. És Annuska nem ellenkezik már semmire se. Amellett, hogy boldogabb nem lehetett nálam senki, jobban csodálkoztam. Ilyen simán, ilyen hamar bonyolódik le ez az édes kettes köztem és e közt a szépség között. Mi legyen mégis emögött? Nagyon furta kíváncsiság. Ő legfeljebb úgy viselkedett azután velem, mintha már minden továbbiakra összekötődnék, ahogy úgy és addig, ameddig a sorsunk. Amikor megint magamhoz szorítottam, elhárított, hogy bár elég zavartalan vagyunk, ott mégis inkább hagyjunk minden szerelmeskedést még jobb helyre, otthonra, későbbre. Inkább csacsoktunk hát. Igazat adtam neki, és legelőször ezt firtattam tőle. Csak azt nem értem, Andoskám szíve mi szédített meg ezen a grepicceren. Hiszen az urad után, akitől írtózatot támadt, először vele csókolóztál senki mással, és aztán mégis a legkönnyebb túladnod rajta. Erre aztán persze több kérdezősködéssel mindjárt mindent kiszedtem Annoskából, mi történt addig vele. Hát, Juhász a férje és közte csak ugyan nem történt másképp, mint hogy éretlen, majdnem fejletlen kis béka létére megrémítette a férjem mohósága. A De aztán éppen ellenkezőleg az ő viselkedése szerelte le Juhásznak minden férfi készségét arra durváskodott a kis újasszonynal, úgy, hogy ez rettegve is, utálkodva is, soha többet nem tudott felmelegedni iránta. Magában azért Annuska szörnyűségesen szégyelte és bánta a helyzetét mert elég volt egy éjjel ahhoz, hogy felébreszte benne a kívánkozást a szerelmeskedés után. Kínlódott, nyűglődött, álmodott. Még velem is álmodott többször, Elevenen emlékszik rá, hogy a sátorban a vásáros népek szeme elől bujdokolva mit is nem műveltünk. De bevallja, más férfiak, akárkik még öreg parasztok is, felköltötték benne a kívánkozást, csak juhász nem. Az édes ura, az ha közelébe jött, csak iszonyata és menekülhetnék-e támad tőle. De hát talán a bánattól is, hercehurcától is, akkoriban esett le Makovicsné a lábáról. Először is úgy, hogy az ágyából sem tudott kimozdulni, és a bútorokat fogva, jajgatva, sziszegve, bugdosva járt a szobában, amikor a legjobban volt. A mézes kalácsossággal felhagytak. Az orvos, az orvosságok annyi pénzt emésztettek fel, hogy a takaréki kölcsön miatt árverést tűztek ki mindenükre. Éppen két hét kellett még, hogy dobra kerüljön szőlőjük, házuk és az utcán maradjanak. A szőlőjük felső vége egy úriember szőlőjével határos. Úgy csúfolták a görényherceg. A görényherceget herceget mindenki jól ismerte Málnás újvároson. Egy kisded, pocsék ember volt, de nagyon-nagyon gazdag. Lehetett már ötvenes. Vendéghajjal, festett bajusszal, a szájában vendégfoggal, de nagyon peckesen járt, mert legénynek maradt nappal alig is mutatta a csőrét. Csak éjjel a városi úri kaszinó meg más barlangok adták a tanyáját. A nyaralóban sokat hentergett ez a görény herceg. Zengett a hegy néha a mulató vendégeitől, de egyedül is sokat ült a szőlőjében. Így a jó szomszédság révén összekerültek néha Makovicsék vele. Amikor már Annuska szűzasszonynak került haza, többször is találkozott anyjával és anyja nélkül a görény herceggel. Évődtek. Az ocsmány törpéje, mivel kislány korától ismerte Annuskát, később is csipkette, cirógatta és kötődött vele, hogy ha ő legény létére megkérni, akkor tőle is elszüknék. Na hát. Azon a délután, mikor már két hét választotta el Makovicsékat a kótyavetyéjüktől, Annuska egyedül Fenn a szőlőjükben, az asszalójuk tornácán ült. A kétségbeesés és szívszorongás annyira elfogta, hogy csak a béna anyjára való gondolat tartotta vissza, hogy a mély kerekes kútjukba ne ugorjék. Így találta őket keserves könnyek közt a görény herceg ottan. Annuska azt állítja, és soha ne kételkedjék az ember ilyenféle asszony szóban, hogy. Ő benne sohasem is kelt nagy idegenkedés az iránt az ocsmány görcs iránt. De hiszen ez mindegyre megy. A herceg ajánkozott, hogy ő megszabadítja gondjaiktól Makovicsékat. Rendezi a tartozásukat. Azon felül Makovics nénak fürdőzésre is folyósít annyit, amennyi kigyógyítja a büdössár nevű gyógyfürdőn. Persze ennek a viszonzását tudjuk. Makovics négy hónapig gyógyult. Annuska pedig a görény herceg hálószobájába járt be, esztendőkig. És nem is ő csapta el a herceget, az őtett. Ő még többször azután is hozzálátogatott, miután a herceg értésére adta, hogy unja. Legutoljára is úgy járta meg, hogy amikor Künna nyaralójában bekopogott a herceghez, hát más kisasszony talált nála. Sírt. És nem csak szégyenében hanem igazán fájlalta, hogy elveszti annak a ronda majomnak a hajlandóságát, Annuska. Máskülönben bajban most is bátran fordulhat hozzá, szemhonyorítás nélkül segít rajta. Így bizony. De a továbbiakra nézve a görény herceg után Annuska már szívesen keresett volna valakit magának. Már megint ott tartott, hogy néha alig bírta, senki sincs. Már majdnem kedvelet volna a gyülevész vendégeikkel is ezzel és amazzal kikezdeni. Ilyen őszintén bevallotta nekem. És én ezt úgy vettem, hogy inkább ártatlanság tőle, mint kitanultság. Bevallotta, hogy a finánc előtt egy szekeres legény, egy jóképű fiatalember már itt-ott megkapta őtet. Csak azt tartotta vissza, hogy ilyenféle emberek közt a becstelenség nem maradt titok, mint a herceggel, nem széthurcolódik a híre. A finánccal is már-már oda jutott, Hogy megadja neki magát. Csak ezért nem tette. Persze most már, hogy engem megtalált magának, Semmit sem bán, hogy a szerint történt, amint. Még elmondta azt is, hogy juházt az urát, Valami még messzibb külországi bányaüzemhez vitte egy mérnöke. De az utolsó években már sem nem írt, Sem nem üzent mások levelében neki. Már most csak ott folytassam, ahol onnan az égerfásból hazaindultunk. A finánc nem mutatkozott. A kapun bemenet hallottuk, hogy Soma még javában horkol. Anduska előzetes szándéka szerint megebédeltünk volna hirtelen is, itt hagytuk volna mi is a házat, mindent elzárva, és fölmentünk volna a szőlőbe. Ha Soma elmegy! ha felszemtelenkedik a vincellérházba, akkor engem elbújtatnak, és őt elutasítják azzal, hogy nem tudják, hova tűntem. A finánc járhat éppen úgy somával, vagy soma nélkül. Na de, amint kebelezzük befelé a jó ebédet, Annuskának az jut eszébe. Hallod-e, édes kis lelkecskén, hiszen ha ahelyett, hogy a szőlőbe mennénk, ide zárkózunk be a házba, akkor a házjajukakból még azt is végignézhetjük, mi történik ide lenn az udvaron ezek közt, ha jön Grevitzer. Bekuksoltuk magunkra egy-kettőre az ajtót, és felmásztunk a padlásra. A konyhából vitt fel falépcső a csapóajtóhoz. A gyehennán van csak nagyobb forróság, dohosság, mint ott a padláson volt. Lehánytunk magunkról majdnem minden ruhát, hogy kitartsuk ott a hőséget. Így vártunk a legnagyobb szelelőjuknál egy nagy ládán ülve, nem is sokat. Bundás a kutya az udvaron maradt házőrizni szabadon. Ahogy ugatni kezd, másik ugatás felel neki. Ez a finánc lája, már tudtuk. Na, amikor nyitná repicser a kaput, mert az csak kilincse volt betéve, a két dög rettenetes herregésbe kezd egymással a finánc hiába kussantja le az ő kutyáját, Bondás bizony a rá, mint a veszett állat. Hát erre felriad már soma is a műhelyben. Őtet már látjuk a háztyajukból, hogy jön elé, és zargatná el a makovicsék kutyáját. Kívül a kapun a finánc a kutyák ordítását túlordítva értekezik somával. Soma vissza neki meg a kutyának, mert Grebitzer úgy látszik, nem meri behozni a faj a házérző nagy paraszt komondor fogára. Utoljára is sikerül somának bundást a kertbe zavarni. Bejöhet a finánc. Akkor kezdődik a második hajcihő. Az igazi. Soma persze, hogy nem tud más csak hetet havat összehadarni a fináncnak arról, hogyan kapja itten egyedül dögölve őt a bezárt lakást körül. Csak annál maradt Soma, ha elszöktek, akkor csak ez a kancsi tolvaj, kakuk marci meg őket. Benne bíztál, nem bennem? A pénzed is nála sirathatod, de ha én nem tekerem ki a nyakát, akkor senki ennek a kakuk marcinak. Krepicer válaszol, amit válaszol erre. Elég keveset. Annuska szorongatja odafenn a kezemet, és kuncogva reszketve dörgölőzik hozzám. Mi lesz itt? Hát itt megbuktam keresni való, mit több nincs. Ez, ami egyszer biztos. Gyere, gyerünk dolgunkra, mondja Grepitzer, és a hangján érzik a bánat. De Soma, már ez aztán marhaság tőled, Rudikám, ne haragudj. Most már a szégyentől sem hátrálnék meg, ha neked vagyok. Hagyd rám, mit teszünk. Semmit. Most már semmit, felel Grepitzer. Add légy szíves ide a levelemet. Na hát, ebből fejlődött ki a kegyetlen cívódás közöttük ottan. Soma erőltette a maradást. Soma nem akarta előadni a finánc búcsúlevelét és versét. Addig-addig még huzakodásba, dulakodásba kezdtek ott az udvaron. A finánc alacsonyabb, de inasabb és válasabb volt Sománál. Oda takarított neki egy olyat, hogy felbukott tőle. A vizsla meg letépte a Soma nadrágja fenekét még a birkózásuk alatt. Hajajaj, még grepicernek a fegyverét kellett rávenni somára, hogy visszakapja tőle levelét. Azzal indult, dulva fulva ki a kapun. Soma anyamában. Mit osztoztak, mit nem még? Nem tudtuk, de eltakarodtak. Biztosan kíváncsiak azért rá, hogy Grepitzerrel nem találkoztam-e azután. És hogyan? Hát én magam mentem el hozzá a laktanyájokba még másnap, mert nem akartam, hogy csalónak tartson és feljelentsem, vagy hamis lelkűnek. Visszavittem neki az öt bőgősét, amit nem szolgáltam meg. Ott beszéltünk a laktanya udvarán, les felsétálva. Én persze nagyban mosakodtam előtte, hogy nem én beszéltem rá nét és lányát, hogy őtet ne fogadják, és somát ott hanem nekik volt halaszhatatlan dolguk a szőlőben, és ők vittek engem magukkal. Trepicer el is itt ezt nekem. Nem gyanúsított, hogy én gáncsoltam el a szerencséjét az annuskájánál. Mogorvának levertnek mutatkozott ugyan, de azt nem csodáltam a kisfia feleségének és apósának vitt postája után. Több szó között aztán én azt mondom neki, csak azt nem értem, eszes ember létedre lenyeled azt a maszlagot, hogy ez az annuska első csókját adta neked az ura után, vagy az urán kívül is? Hát, förmed rám szinte, hát ne kerest kitől, tudom kitől nem, de ejtett ő még néhány foltot nagy tisztaságán, amíg te kerültél a közelébe. Honnan tudod? Az anyját oltán, vagy kitől? Gondolom magamban, Soha senki nem találja ki még így nekem a jó kifogást maga-maga ellen. Az anyjától se, de mástól. Hogyan gondolsz ilyet? Én mindenféle plegykának ülök fel, mondom. Szóval az anyjától. Rá keményen a finánc. Kértelek, ne keresd, válaszolok én. Csak inkább azt gondold el... Hogyha nem lett volna titkos támogatója annoskának eddig, ugyan nem kerül kótyavyére mindenük, ahogy gazdákodnak. Grepicer rám bámul. Ebben lehet valami, szól. Előttem is folytonosan a tönkre menetelükön siránkoztak, de inkább is a vénasszony. Csak te nem találtad el, hogy az ajánkozásodat várja. Segíts rajtuk! Akkor a lánya rögtön több hajlandóságot mutatott volna irántad. Hm, erre már teljes hitelt adott szavamnak, grepiczer. Látod, hogy félrevezetődik az ember, mondja. Én pedig, mint aki már biztos a dolgában. Az még biztosan most sem késő, hogy azzal siess hozzájuk vissza. Kezdem. De a finánsz szinte megrázkódik, amikor legyint. Kell úgy a fenének akkor már találok eleget olcsóbban is, meg kevesebb kalamajkával. Így. Amikor már eljöttem Grepitzertől, az utcán döbbentem rá magamban. Ehol. Hát nem a cigányné jóslata teljesedett be, hogy én szabadítom meg ezt az embert a kinyától, javára is, javamra is. De még Somáról is mondja el, hogy a szerencsétlen feje a finánc költségére a városban csinált randaliát még aznap este egy lebújban. Bekísérték, és a rendőrkapitányságon rájöttek, hogy ott várja a körözvény Somát, még a régi vándor útjából, mint egy marha kupec meggyilkolásának a bűnrészesét. Akkor a tárgyalásai alatt ehhez jött a másik körözvény, a bányatelepi zendülése és emberülése való felbújtás és bűnrészesség, valamint közveszélyes munka kerülés. Ezekben engemet is kihallgattak. Reszkedtem is eleget magamért, és mentegettem somát, ahogy lehetett. De én kitisztáztam magam. Soma kapott összesen két és fél évet csücsülni. Hiába. Sajnáltam, tehát ő erővel kereste meg mindenütt a görbe utakat. Ami igazság, az igazság. Engemet aztán azóta itt tartanak maguknál Makovicsné meg a lánya, Annuska. Hasznomat veszik, meg kell hagyni sokban. Pedig nem kopik el kezem lábam a dologban. És nagyon hazudnék, ha azt állítanám, valaha is jobban folyt a sorom. Áldás, békesség legyen minnyájunkkal! Utóhang. Kakuk Marci jelenlegi piaci polgár, vagyis magyarán csavargó. Így kezdődik el az ifjúsága története. Az első. És jellemrajzából idézve, ám Kakuk Marci, ha csavargó is, nem annyira züllött, ajjas egyén, sem nem tolvaj, még csak nem is iszákos túlságosan, sőt, még azt sem lehet egészen ráfogni, hogy dolog kerülő szíve pedig sosem romlottabb a kakuk marci szíve a másokénál. Csak valahogy, mintha elvet csavargónak lett volna rendelve a magasságoktól. Nos, ezzel az utolsó történettel lezárul kakuk marcinak a csavargónak élete. Vége. Felolvasta Korek Mária. Köszönöm, hogy meghallgatták.